Sziasztok! Ez a jegyzőkönyv, a tolvajkergetők videóvlogja. Elég régen jelentkeztünk már, de most újra itt vagyunk, és most már Tomket is itt van velünk. Szervusztok, kedves nézők, valóban itt vagyok, és kiengedtek engem az előzetes letartóztatásból. Hurrá, mindössze fél év után. Szabad azért nem vagyok, hiszen most is itt van a bokámon ez a kitűnő GPS jeladó. Erről majd mesélek, hogy hogy került rá, sőt arról is szó lesz, hogy hogyan kerültem én előzetes letartóztatásba. Előre szeretném kiábrándítani azokat, akik újjongva ugráltak, hogy hát ők ugye megmondták, hogy a Tomcat az bűnöző, meg azokat is, akik úgy gondolják, hogy én feltétlenül elkövettem valamilyen bűncselekményt, mégpedig súlyos bűncselekményt, ha ez történt. Nem erről van szó, egyszerűen arról van szó, hogy gyakorlatilag Magyarországon mindazok az eljárási garanciák, amelyek arra hivatottak, hogy a büntető eljárásban bizonyos alapjogok azért megmaradjanak az embernek, mint például az ártatlanság vélelme, azokat egész egyszerűen úgy, ahogy volt, fölrúgták a magyar hatóságok, rendőrség, bíróság, ügyészség, mindenki. Hát ezt majd megbeszéljük a Strasbourgi Emberi Jogi Bírósággal. De tulajdonképpen nem arról az ügyről szeretnénk beszélni már is rögtön, ami ugye nyilvánvalóan a legtöbbekben kérdéseket ébreszt, hogy igaz-e, hogy idén áprilisban mi Budakeszin agyba főbe vertünk egy állítólagos kerékpártolvajt. Erről is lesz szó, de majd csak a következő epizódokban. Most szeretnénk eloszlatni néhány pletykát, ami a tolvajkergetőkről terjeng. Kezdjük talán a tavalyi ügyjel, a Hódmezővásárhelyével. Ebben vannak új fejlemények, igaz? Így van, nagyon is komoly fejlemények vannak, és ez a Hódmezővásárhelyi ügy, amelyben egy házat foglaltunk vissza, és ennek során képen lett lőve ez a itt látható úriember. Ez ugye elég sokan látták a YouTube-on ezt a felvételünket, és elég sok különféle internetes újság, sőt tévécsatorna is átvette. És hát persze kórusban kezdtek bennünket gyalázni a magukat jól értesültnek tartók, hogy hát ez egy bűncselekmény, hát ez csak is bűncselekmény lehet. Ugye abból kiindulva, hogy ahol erőszak történik, az csak bűncselekmény lehet, és nem lehet más opció. Na hát ezek ugye egyrészt jobban járatlan, másrészt eléggé álszent emberek most ki fognak ábrándulni az egész világból, ugyanis itt van egy határozat a Csongrád megyei rendőrfőkapitányságtól, amely azt állapítja meg, hogy jogos bérlőként léptünk be ebbe az ingatlanba, tehát nekünk oda bérleti szerződésünk volt. Ugyanakkor ez a személy, aki ott a gázpisztoly lövést elszenvedi, Borbás Zoltán, ezt ugye nem írják le a határozatba, de egy sokszorosan visszaeső helyi bűnöző, ő viszont erőszakkal és agresszíven tört ránk, és semmi köze nem volt ahhoz, hogy mi ott mit csinálunk. Tehát, még egyszer mondom, ez itt, ez a gyönyörű jelenet, ez egy jogos védelmi helyzet, kedves nézőink, ez az, amit a büntetőtörvénykönyv és másleg a polgári törvénykönyv is megenged. Tehát, kedves nézőink, akire egy hasonló alak hasonló helyzetben rátör, az nem hogy gázpisztolya, de éles fegyverrel is egészen nyugodtan hasonló módon lője képen, vegye videóra, tegye ki az internetre és röhögjön. Hát ennek az egésznek a folytatása egy polgári per lesz természetesen a rendőrség ellen. Nagyon sok én pert nyertem már egyébként korábbi hasonló ügyek miatt, még a tolvajkergetők időszak előttről. Ugyanis engem jogtalanul állítottak elő, jogtalanul indítottak ellenem súlyos testi sértés kísérlete miatt eljárást, arról nem is beszélve, hogy a gázpisztoly ilyesmire nem alkalmas, és most ne tessék elkezdeni okoskodni kommentekben, mert nem alkalmas, pont. Úgyhogy ennyi a vége a Hódmezővásárhelyi történetnek, és mindenki, aki úgy vélte, vagy azt hangoztatta, hogy a tolvajkergetők jaj de erőszakosak, jaj de önbíráskodó, annak sajnálattal üzenem, hogy nem, a tolvajkergetők teljesen jogosan működnek, még akkor is, ha az ő picike liberális lelkének ez fáj. Ennek ellenére elterjedt rólunk sajnos, hogy erőszakos szervezet vagyunk, ezt szeretném most eloszlatni. Hát kezdjük ott, hogy kiterjesztette ezt el, talán emlékeztek erre a másik videónkra valamikor az év elején, ez azt hiszem januárban volt, amikor a Hetek című labban hetet havat összehortak stílusosan rólunk, ez a Szlazsánszky Ferenc nevű semmiféle iskolával nem rendelkező ostoba faszkalap. Ő egy úgynevezett újságíró, aki egyébként a szerverünk feltörése után még a levelezésünkhez is hozzáfért, és úgy gondolta, hogy hogyha abban ő belehamisít részleteket, és azt közzéteszi, akkor majd hude lejárat minket. Tehát ebben a cikkben gyakorlatilag nem csak az jelent meg, hogy mi erőszakosak vagyunk, hanem még ilyenek is, hogy mi fegyvereket rejtegetünk, meg rendőröket korrumpálunk, meg stb. Stb.
Hát ugye ne felejtsük el, hogy a Hetek az a Híd gyülekezete lapja, és itt már el is érkezünk ahhoz a problémához, hogy a Híd gyülekezet egyáltalán hogy létezhet Magyarországon, hiszen ugye kultúrátabb Európai Uniós országokban az ilyen szektákat, láss például a szientológusokat, betiltják, kitiltják mindenhonnan, meg se szólalhatnak. Hát nálunk pedig elég jelentős befolyással rendelkezik a Híd gyülekezete, és majd ezt tovább vezetjük a későbbi epizódokban, csak tartsa mindenki fejben, hogy nekünk van egy kis problémánk a Híd gyülekezetével. De gyakorlatilag ezután kezdődött az, hogy orvaszájba híresztelték rólunk, hogy ilyen erőszakosak, olyan erőszakosak vagyunk, önbíráskodók vagyunk. És ugye itt elérkezünk ahhoz, hogy mit is jelent az, hogy önbíráskodás. Szerintem az önbíráskodásról egészen másképp alakult ki a közemberben és más a jogászokban, illetve a jogi nyelvben. Szerintem ezt tisztázzuk, ez egy fontos kérdés. Ezt nagyon is tisztázni kell, igen. Ugyanis mostanában olyan hírek terjengenek rólunk, teszem hozzá egyébként részben igazak, hogy önbíráskodás miatt folyik velünk eljárás. És ezt nagyon sokan, akik korábban azt állították, hogy mi önbíráskodók vagyunk, ezt gyakorlatilag a saját szavaik alátámasztásának tekintik. Azért tegyünk egy különbséget. Az önbíráskodás, ahogy a köznapi ember érti, az nem azonos azzal, amit az önbíráskodás bűncselekménye jelent. És ugye itt van egy dupla csavar a dologban, mert pontosan azért folyik ellenünk önbíráskodás miatt eljárás, holott egyértelműen nem követtük el, hogy ezeket a pletykákat alátámasszák. Tehát, mint mondtam, egy olyan médiakampány folyik ellenünk, amelyet a média és a hatóságok egy kéz a kézben folytatnak. Azt nem merném feltételezni, hogy ilyen szintű összefonódások vannak, meg hogy az egész mögött a Híd gyülekezete van, mert ez már tényleg elképzelhetetlen lenne, hát persze, hanem inkább arról van szó, hogy egyes rendőrök, ügyészek, sőt bírók is mindazt, amit az újságban olvasnak, azt a valóságnak tekintik. Hát, hogy innentől kezdve mennyire alkalmasak a munkájukra, azt talán ne is feszegessük, mert elég nyilvánvaló. A lényeg az, hogy az önbíráskodás fogalma a hétköznapi ember szerint azt jelenti, hogyha valaki valamilyen vitás helyzetet úgymond erőből old meg, vagy olyan módszerrel, ami szerintük nem megfelelő. Egyesek hajlamosak már azt is önbíráskodásnak kinevezni, amikor ugye a videó felvételénken a korábbi sorozatunkban megmutattuk a tolvajok arcát, nevét, és hát ezzel szegényeknek olyan hátrányt okoztunk, hogy az már őket fölháborította. Mert amúgy nagyon jó hírük volt, tehát nyilván az ismerőseik között is abban a hírben álltak. Minden bizonnyal egy vidámnak egyszer lerombolta az egóját az, hogy megmutattuk, hogy ő lopja a biciklit. Hogy mit keresett a kezébe a bicikli, az más kérdés, és ilyenkor jöttek az álszentek az ilyen félfüllel hallott innen-onnan összeszedett jogi ismereteikkel, hogy de hát az ártatlanság vélelme. Jó, hát amelyik úgy gondolja Tolvaj úr, hogy ő szegénykének megsértettük a jó hírnevét, jogait, stb. Ez fáradjon el az illetékes bíróságra, adjon be egy polgári keresetet és állunk elébe. Ez eddig még egy se csinálta meg. Vagy forduljon a megfelelő jogvédőirodához. Az önbíráskodás a hétköznapi ember szerint azt jelenti, hogyha ugye a mi esetünkben, hogyha van egy tolvaj, akkor azt jól megverjük. Na most ilyen nem történt. Tehát mi soha senkit nem vertünk meg. Mi nem ezzel foglalkozunk, láthatjátok a videóinkban, és itt már több száz elfogásról beszélünk országosan, soha nem az volt a célunk, hogy a tolvajokat megverjük, vagy bármilyen módon bántalmazzuk. Egyszerűen annyiról van szó, hogy átadjuk őket a rendőrségnek, és erről az egész történetről csinálunk egy videót. Különben nem tudom, hogy miért ugrálnak egyesek, hogy egy ilyen gipszjakap tolvajt megmutatjuk, amikor ugyanezeknek nem nagyon hallottam az ugrándozását, amikor engem mutattak be név szerint és arccal, mint bűnözőt nemrég a médiában, holott ugye engem se ítéltek el jogerősen. Sőt, azért tegyük hozzá, hogy aki úgy régebben követi a munkásságomat, az tudhatja, hogy már ilyen 2006-7 körül is rendszeresen gyakorlatilag szinte hetente elvitt a rendőrség, és közölte a média, hogy hát a Tomcatet megint előállították bűncselekményért. De soha egyetlen egy szóval sem közölték ezek a lapok, hogy a büntetőeljárást meg kellett szüntetni, sőt a rendőrség kártérítést fizetett, mert ilyen azért már elég sokszor előfordult velem. Gyakorlatilag ennek a hírnek úgymond nincsen piaca. És most is egy ilyen esettel állunk szemben. Egy szóval Hódmezővásárhely után ezek a hangok, hogy mi önbíráskodók vagyunk, nagyon felerősödtek, és egyesek még azt is tudni vélték, hogy mi egész egyszerűen az utcán kapunk el embereket, akiket tolvajnak vélünk és jól megverjük. Hát ezt meg már tényleg nem tudom, hogy honnan szedték. De azokban az álomvilágokban, ahol ők élnek, oda már nem kívánok lemerülni, szólok nekik, hogy Equestria nem létezik, tehát azt se keressék. És hát így lettünk mi önbíráskodó társaság. Vannak ilyen mindenféle pletykák rólunk, még korábbról is, hogy én állítólag megvertem Fekete Pákót, és ezért is eljárás folyik ellenem. És nagyon érdekes, hogy ebben az eljárásban hogyan bele tudták szőni az önbíráskodás szót, amiről korábban szó sem volt, amennyire tudom. Most az önbíráskodásra az a probléma, hogy a büntetőjogi értelemben, ahogy a büntető törvénykönyv tartalmazza, az önbíráskodás bűncselekményét azt követi el, aki vélt vagy valós vagyoni igénye érvényesítése érdekében erőszakot vagy erőszakkal való fenyegetést alkalmaz, valahogy így hangzik.
Tehát magyarul, aki az adósát megveri. Na most az önbíráskodás, mivel ez a definíciója, nem alkalmazható akkor, ha valaki megver egy tolvajt. Az egy testi sértés lenne, vagy nevezhetjük garázdaságnak is, hogyha nem verjük meg nagyon, de kétségkívül nem önbíráskodás. Viszont miután orva szájba folyt a csapból is az, hogy a tolvajkergetők önbíráskodók, gyakorlatilag egy olyan eljárás, amire azt mondják, hogy ez önbíráskodás miatt folyik, ez úgy kellett ennek a lobby csoportnak, aki ezt az egészet irányítja, mint egy falat kenyér. A tolvajkergetők legyenek önbíráskodók, pont. És innen ered az egész problémakör.